Sziasztok! Lassan már nyár közepén kezdődik a karácsony, hiszen nyár közepétől már az összes karácsonyi dekoráció mindenféle boltban, az utcákon, mindenhol fönt van, úgyhogy mi is elkezdünk tartalmakat gyártani karácsonyra, és mi más gyártanánk, mint sütit, mint egy kekszet, amitől anyád, a csajod, a pasit be fog hidalni, hát kb. 10 perc összedobni, másik 10 perc megsütni, és olyan brutálisan nagyon finom, hogy senki nem fogja elhinni, hogy te csináltad, de mi tudni fogjuk, úgyhogy mutatom, miről van szó. Ez a világ legegyszerűbb cucca, két részből áll, van egy száraz rész, meg van egy nedves rész. Szóval a száraz részben van a liszt, ami a legegyszerűbb, ez egy 300 g-nyi mennyiség. Ebben teszünk egy nagyon pici, egy teáskanálnyi, nem ennyit, mert ez kávés kanál, egy teáskanálnyi szódabikarbonát. Jó pupus, pupos kerül bele. Jó, és nincs más hátra, mint egy csipet só. A só az azért fontos, mert minden édesbe kell egy pici sós is, azért, hogy az édes vonalat az még jobban kihozza, segít kifejteni az édes hatását, ugyanez viccevezés szerintem fontos és alkalmazandó. Egy laza keverés, és indulunk a nedvesség irányába is, gyerekek. A következő elem a szobahőmérsékletű vaj, amit lazán kockára kell vágni, és utána mehet is az üstbe, vagy ahogy korábban már mondtam, az atomreaktorba. Szóval irány az üst. Vajacskákkal megtoljuk egy picit a dolgot. Azt nem mondtam, hogy egészséges is lesz ez a süti. Hozzápattintjuk a vajhoz a cukrokat. Mondom, a cukrokat, mind a kettő kell bele, a kristály is. És indíthat a vaj, és a cukor megbonthatatlan öreg barátsága egy gyönyörű túrára a gyomrom felé. Oké, most jönnek a tojások is. Eddig megvagyunk. A nedves vagy nedvesnek mondható elegy az nagyjából kész. És ami most fontos, én fejet cserélek. Most jönnek a száraz, vagy száraznak mondható hozzávalók. És innentől kezdve finoman, apránként adagolva hozzá lisztes keveréket, szépen, lassan, alacsony fokozaton keverik össze az egészet. Most ebben a fázisban, és csak ebben a fázisban mehet bele a vaníliás cukor is. És mivel igazi hedonisták vagyunk, és imádjuk a sütiket, a csokikat, és mindent, ezeket kombinálni fogjuk, és ez így önmagában nem lesz elég, azért mert van benne egy fél tonna cukor, azért még nem fogjuk megenni csak úgy, teszünk bele egy fél tonna csokit is, hogy igazán édes legyen ez a keksz. Mondjuk ez étcsoki, de szerintem így a jó. Ez több mint 300 g csoki pasztilla. Le! És még egy utolsó kavarintás. Szóval ez az alap, de ezzel még nem vagyunk kész, egy picit rubályt teszünk bele. Én régen alkalmaztam hozzá rozmaringot, és most is ugyanezt fogom tenni, mert a rozmaring és a csoki együtt valami tökéletes szerelmes párt alkotnak, és olyan magas szintre emelik ezt a művészetet, amit keksznek hívunk, hogy vétek levek kivegyünk, úgyhogy irány bele a rozmarin. Száráról mindenképpen eltávolítjuk a levélkéket, csak azokra van szükségünk. És a rozmarin is irány bele a tészta alapba. Végstádium, vizes kéz, fontos, vizes kézzel formázzuk ezeket a sütiket, tiszta kéz vizesen, és golyócskákat veszünk ki belőle, és vizes kézzel formálok ilyen labdacsokat, amiket egyszerűen fogok, és ide ráteszek, és elnyomkodom, így egyszerűen, szépen, gyönyörűen.
Ennyi az egész. Egy ilyen tepsire összesen 6 darab kekszet szoktam rátenni, ráformázni, ugyanis ezek sütés közben azért nagyon bőszen elterülnek, és hagyni kell nekik teret, ez sem biztos, hogy elég lesz egyébként, amit én hagytam, de hagyni kell nekik teret arra, hogy tudjanak terülni, és szépen úgy süljenek meg. Oké, első etap kész, most megpakolunk egy következő tepsit is. 180 fok, 10 perc, irány sütő. 10 perc, és gyalázatosan tökéletes kekszet fogunk kapni. Szóval, 12 perc eltelt, nem 10, 12 perc is sütöttük, és kész van. És ami nagyon fontos, és ez egy fontos trükk ezzel kapcsolatban, 2 percig így hagyom állni a tepsiben, de 2 perc után elengedhetetlen, hogy kivegyük, és tegyük rá egy rácsra, alulról is tudjon szellőzni, ne izzadjon be a süti, és akkor gyönyörűen ropogós, olyan lesz, aminek egy keksznek lennie kell. Szóval irány a rács. Szóval, ami nagyon fontos, ilyenkor, amikor kiveszünk a sütőből, akkor puhák. Nem kell megérni, ezek gyönyörűen keksz keménységűre befognak, omlós keksz keménységűre befognak keményedni, de úgy kell csinálni, ahogy mondtam. 2 perc tepsi, 2 perc után ki a rácsra, és a rácson még egy jó néhány percet el kell, hogy töltsenek, és akkor tökéletesek lesznek. Szóval összenőttük. Pedig mondtam, hogy nem kell, de ha ti ezt meg akarjátok úszni, akkor vegyetek egy nagyobb sütőt, vagy ami ennél picit egyszerűbb, gyúrjátok kisebbre a labdacsokat, és akkor nem fognak össze folyni sütés közben, de őszintén, kit érdekel, ugyanolyan finomak lesznek így is. Szóval kóstolom, de nem igazán fogok meglepődni, hiszen tudom, hogy mit tud ez a keksz, és azt tudja, amit nagyon-nagyon tudnia kell. De azért mégis, tehát hogy ne nézzük. Kiszikkadt úgy, hogy kell, kekszszerű állagot veszel, és ha belearapsz, viszont... Semmi meglepetés, csak kurva jó. Olvad benne a csoki, majd az visszaáll nyilván. A rozmarin az szépen bekerekíti, mint hogy beburkolnál a csokikat, lehet érezni, de nem agresszívan, nem tolakodóan. Az állag azon zseniális, hát roppant, omlik, és közben mégis nagyon lágy az egész, de úgyhogy nem marad puha. Imádom. Karácsony, meg minden nap, keddenként, csütörtökönként. Szóval mindig.